Kedves Szent Teremtő, kedves testvérek! Sokan csodálkoznak a papszentelés ma 2014-ben, és szinte sajnálják a jelölteket. És ez a mentalitás beszivárog a hívők közé is. Sokan fölteszik a kérdést, nem tehetne többet a világi hívőként kapcsolódnak az egyház életébe. Ilyen krízisek idején a kinyilatkoztató Istenre kell figyelni. Ugyanis nem élhetünk Jézus Krisztus jelenlétében úgy, mint a semmi jelenlétében. Jézus Krisztus már beteljesítette az Ószövetséget, mégis Antiókiai Szent Ignác szerint megjelent az örök élet újdonságával. Vagyis őt csak a hit által érthetjük meg, ebben segíthet az általános vallási tapasztalat, segíthet az Ószövetség, de a belévetett hit nélkül érthetetlen marad. Szent Pál Galatalevél elején azt írja, meghívott Isten, hogy kinyilatkoztassa bennem a fiát. Attól fogva nem hallgattam sem testre, sem vérre. Vagyis minden emberi okoskodás értelmét veszítette számára. Pedig büszke volt zsidó görög latin kultúrájára, mégis kimondta, értem, mindent elvetettem, sőt szemétnek tekintettem, csak hogy Krisztust elnyeressem és hozzátartozzam. Ő, aki emberként vagy, ő mondja, test szerint úgy ismerte Jézus, mint egy téves tanító. A keresztényeket pedig úgy, mint egy téves úton járókat, akiket üldözött. A feltámadottal való találkozás után már így él, hallottuk a Szent Leszkében. A Krisztust azelőtt emberileg és test szerint ismertük is, most már nem, hogy ismerjük. Mindenki, aki Krisztusban van, új teremtmény. Mikor már ő üldözik Krisztusért, mikor szembe kell néznie a kívülről jövő üldözéssel és a belülről jövő intrikákkal, mindez már nem zavarja meg őt. Ami számára a legfontosabb, központi igazság az az, hogy minden Istentől jön, aki kiengesztelt minket önmagával Krisztus által, és ránk bízta a kiengesztelés szolgálatát. És tőle kapta a küldetést, és szinte könyörögve kéri, hallottuk szintén a Szent Leszkében, hagyjátok magatokat kiengesztelni Istennel. És nem lepődik meg azon, hogy szolgálat áldozattal jár, hiszen Krisztusé is. A kiengesztelés műve sokba került Istennek, ahogy írja, azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk Isten, hogy benne Isten igazságossága legyünk. Jézus Krisztus egyesítette önmagában az Ószövetség minden közvetítő szerepét. Ő volt a proféta, az Atya kinyilatkoztatója. Ő a jó pásztor, aki életét adja jóaiért. Ő az egyetlen és igazi főpap, aki szabadon, szeretettől lett értünk vállalatában. Mikor a zsidókhoz írt levél főpapnak nevezi Jézust, áldozatáról beszél, ugyanakkor hangoztatja ennek abszolút új voltát. Nem a papság, ószövetség és pogány, rituális, kultikus pap fogalmából indult ki, hanem Jézus Krisztusból. És a benne megjelent abszolút új papi küldetésre vonja be apostolait. És ennek az apostoli papságnak lesznek most ti is a részesei. Mi is ez az apostoli papság? Mi ennek a feladata? Jelen valóvá tenni Jézus Krisztust az egyetlen főpapot. Aki tanít, aki megszentel, aki a jó pásztor. Aki Krisztus követségében jár, akit emberek szolgájává tett az Úr, és aki tudja, hogy munkájának hatékonysága nem tőle ered. Hogy a mai evangéliumban hallottuk, az apostolok értelmetlennek látták a halászok, egész éjszaka fáradoztunk, és nem fogtunk semmit, mondja Simon Péter, de azonnal hozzáteszi, a te szabadra kivetem a hálót. Az apostoli utódlásért óriási áldozatokat hozott az egyház történelme folyamán, és ma is hisszük, hogy enélkül nem tudná befogadni Krisztus egyetlen közvetítését. Mi következik mindezekből rátok nézők ebben szentelemben? Mindenek előtt egy bátorítás, nem féljen. Csodás hallgatás láttán Pétert és társait is elfogta a félelem. A szent jelenlétében rádöbbennek méltatlanságukra. De az Úr Jézus bátorítja őket, ne félj, ezentől emberhalász leszel. Szent II. János Pálpápa híressé vált mondása, amit sokszor félreértenek, hogy ne féljetek, erre vonatkozott. Ne féljetek Krisztustól, a küldetéstől, az elkötelezettségtől. Őt ismert ismételve a mondat 16. Benedek pápa, aki beenged életébe Krisztust, nem veszít el semmi, abszolút semmit abban, ami szabaddá, szépvé és nagyjá teszi az életet. Nem. Csak ebben a barátságban nyílnak
életet kapni. Ebben a barátságban tapasztaljuk meg azt, ami szép és ami szabaddá tesz. Aztán következik a felelősség is. Ugyancsak második János Pálapostol mondta, hogy nem az a legfontosabb, amit mondtok, amit tesztek, hanem amit vagytok. Ez jelent egy egész életre szóló elkötelezettséget. Az apostolok is ott hagytak mindent és mindenkit, és úgy követték Jézust. Ezért vállaljátok az életmód és sors közösséget Jézussal, nem szégyellem az evangéliumot. A Krisztus való tartozásom másságát megmerem vallani, még külsőnek is, hiszen a Mester küldözték, mi sem lehetünk mentesek tőle. Örömmel vállaljuk a cölibátus elkötelezettségét is, még akkor is, ha a világ azt hiszi, hogy lehetetlen. Metszűköstök ilyen rakány mondta, veled eszmékkel, szemben halva az evangélium igényét, hihetetlen szolgálatot teszünk kortársainknak. Egy végleges igedről van szó, amit Krisztusnak mondunk, és egy végleges nemről, amit a világnak mondunk az evangélium igényét. Mikor kortársaink nem értik, mi úgy vállaljuk, mint a szabadság és az egyéni kiteljesedés evangéliumi útját. S a feladat súlyos volt, a megrettentenet, itt vagyunk a testvéreitek, és hirdetjük, Jézus Krisztusban lehetséges. Előre tekintve pedig a jövőt illetni, én bízok a mai fiatalokban, biztos vagyok benne, hogy lesznek a jövőben is bátor és strand fiatalok, akik lelkesen vállalják a papi hivatást is. Imádkozzunk! Kérünk téged, mindenható Atyám, újítsd meg szent lelked által Jézus Krisztus papjait. Hadd, hogy az evangéliumból fakadó életük példája indítsa az embereket arra, hogy feléd forduljanak. És hadd, hogy legyenek nagy lelkű fiatalok, akik meghallják hívásodat, és olyan papok lesznek, akik valóban azok.